Már megvan egy módszer, amivel legyőzhető a rák, de még nagyon sok új gyógyszer kell, hogy gyógyítható is legyen. Ezeket lehet is hasonló dolgokat olvasni az interneten napról nap. Magyarországon évente 70-80 ezer új rossz indulatú daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és több mint 30 ezer beteg hal meg. Ezek következtében ezzel sajnos vezetjük az EU tagállamok rák halálozási listáját. A stúdióban Petek Istvánt köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tényleg mindig borzasztóak ezek a számok, de szerintem a sokkal borzasztóbb, amikor egy rákos beteg azt látja az interneten, hogy megvan a rák ellenszere, és felcsillan a szeme, és közben pedig erről szó nincs. Vagy... Igen, tehát valóban egyrészt örülünk el annak, hogyha a kutatási eredményekről a közvélemény értesül, és nagyon fontos azt látnunk, hogy a világon rengeteg helyen több tízezer rákutató dolgozik azon, hogy végre meglegyen a megoldás, és hogyha ezekről hírek jelenek meg, fontos azt látnunk, hogy mi az, ami egy alapkutatási eredmény, ami a több évtized múlva fog a betegek számára elérhető segítséget nyújtani, és mik azok a hírek, amik akár most jelen pillanatban is fontos információt nyújtanak a betegek számára. Mostanában ugye mindig csak tényleg arról a kemoterápiáról, a sugárterápiáról, és most már szerencsére ugye a célzott terápiáról is lehet hallani. Ez a jövő, a célzott terápia? Most úgy látjuk, hogy egyrészt mindenképpen a precíziós orvoslás a jövő, most ez egy új fogalom, hogy meg kell tanulnunk el. Általában a precíziós orvoslás az a személyre szabott orvoslásnak egy olyan altípusa, amikor a molekuláris genetikai információ alapján szabjuk szebére a kezelési stratégiát. Ez a legfontosabb a célzott gyógyszerek kiválasztásakor, ennek az alkalmazása, tehát pontosan meg kell tudnunk mondani, hogy az adott beteg a daganatában mely gének hibája okozta a daganatos osztódást, és meg kell azt néznünk, hogy elérhető-e már a forgalomban olyan hatóanyag, ami ezt a hibás gént célozza, vagy elérhető-e olyan klinikai vizsgálat, amiben olyan hatóanyagot fejlesztenek, amit pont erre a génhibára fejlesztettek ki. Illetve egyre többet tudunk meg az úgynevezett immunterápiák hatásosságáról is. Ezek mert is... hogy gyengül az immunrendszer, ugye? És ez a probléma oka? Tehát erre próbálnak összpontosítani, hogy valahogy úgy tűnik, hogy a daganatos betegséget is úgy fogjuk leküzdeni, ahogy a fertőző betegségeket, egyrészt célzott gyógyszerekkel, mint az antibiotikumok, másrészt immunválasz kiváltó gyógyszerekkel. Föl tudjuk ébreszteni az immunrendszer aktivitását a daganat ellen. Az utóbbi pár évnek fantasztikus áttörése volt, hogy rájöttünk arra, hogy hogyan kapcsolja ki a daganat az ellene irányuló immunsejtek aktivitását, és most már vannak olyan gyógyszerek, amik kikapcsolják ezt a kikapcsolót, magyarul visszakapcsolják az immunválaszt. Persze ezek a gyógyszerek sem hatnak mindenkinél. Szükséges, hogy legyenek olyan mutáns gének, mutáns fehérjék, amit az immunrendszer föl tud ismerni, mint hibásat, eltérőt a normálistól. Tehát ezért van az, hogy azért mondtam az elején, hogy ez a bizonyos új szó, ez a precíziós orvoslás, ez azt jelenti, hogy az adott pillanatban el kell tudni dönteni egy úgynevezett molekuláris onkotímnek, amiben az onkotímet kiegészítik molekuláris biológusok, hogy az adott beteg számára a célzott gyógyszer a legjobb, az immunterápia a legjobb, vagy ha ilyen nem elérhető, akkor ezeket fölösleges alkalmazni, mert hatástalanok lesznek, és ezért a kemoterápia és a sugárterápia mai napig is a legjobb választás. Hát igen, de aki ott fekszik az onkológiai intézetben, és kapja a kemoterápiát, annak nincs elég ide arra, hogy kísérletezzenek rajta, nem? Ez nem kísérletezés, ugye itt arról van szó, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik már forgalomban vannak, törzskönyvezettek, sőt, vannak közöttük már finanszírozottak is. Hát igen, igen, de hogy nagyon, ugye nem finanszírozza az állam leginkább ezeket a célzott terápiákat, ugye? Tehát, hogy erre is még drágák, várni kell. Igen. Így van, ezért is nagyon fontos, hogy személyre szabottan alkalmazzuk őket, hogy a költséghatékonyság növekedjen. Tehát, hogyha biztosan tudjuk, hogy melyik beteg fog válaszolni jól, kinek lesz belőle ténylegesen haszna egy ilyen nagyon drága kezelésből, akkor sokkal könnyebb a finanszírozást is
biztosítani. És ezt most már tudják? Vagy hogy akinél ezt a terápiát, tehát 10-ből hány betegen alkalmazható és válik be ez a fajta célzott terápia? Ez daganat típustól függ, tehát mondjuk a tüdődaganatok esetében már két nagyon fontos célpont van, amik ilyen 5-10%-ban fordulnak elő, tehát hogyha összeadjuk mondjuk 10-15% a betegek 10-15%-ában már Magyarországon is elérhető ilyen célzott gyógyszer. Amit mi próbálunk, amiben próbálunk segíteni, hogy azok a betegek, akiknek olyan génhibája van, amire még éppen nem elérhető rutinszerűen terápiás lehetősége, azoknak megkeressük, hogy Magyarországon vagy a világon éppen hol van fejlesztés alatt álló ilyen, hiszen ma mindig ezeket a kutatásokat úgy engedélyezik, hogy megvizsgálják, hogy az eddigi tudományos eredmények alapján nagyobb valószínűséggel van a betegeknek haszna abból a hatóanyagból, mint potenciális veszély. Mit tud mondani azoknak, akik tényleg most rákban szenvednek, hogy mennyi idő még, amíg hozzájuk is elér, és van esélye gyógyulásra? Tehát már ma a molekuláris diagnosztika az egyre inkább elérhető. Én értem, csak akkor miért van ilyen számban ennyi halálos áldozat? A pénz miatt? Mert hogy nincs ki megfizessen? Egyrészt azért, mert a szív- és érrendszeri betegségek halálozása rendkívül módon csökkent. Ez a jó hír. Tehát az, hogy a daganatos halálozás kezdi átvenni a vezető szerepet a legtöbb nyugati országban, ez a rossz hír, de ez nem azért van, mert az összszáma növekszik, hanem az aránya növekszik a daganatos betegeknek, tehát hogy nem halunk meg másban. Tehát most kifejezetten a daganatos betegség válik az emberiség számára azzá a betegségé, ami a határt szab attól, hogy teljes életet éljünk. Tehát ezért a fókusz egyre inkább a kutatásoknak ezért irányul, még inkább a daganatos betegségekkel szemben, és ez a fejlesztésünk is, amit mi most próbálunk a világon bemutatni, egy olyan informatikai rendszer, ami próbálja ezt gyorsítani. Hát én, ma van a rák világnapja, én abban bízom, hogyha jövőre ilyenkor visszatér hozzánk, akkor sokkal jobb statisztikáról tudunk majd beszámolni. Én biztos vagyok benne, most fantasztikusan fölgyorsulnak a kutatások, és mi is megpróbálunk ehhez hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.